Jó estét kívánok a kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai péntek esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Újabb közparkkal gazdagodott Makó. Szijjártó Péter, a városvezetés addig kereste a kormánnyal az összhangot, hogy sikerült Makóra hozni egy nagy vállalatot. Június 1-től indul az új turistáknak szóló kedvezményrendszer. Hosszú előkészítő és kutató munka után a Kossuth utca, Baross utca és a Bolygó utca kereszteződésében helyezték el a korábban az országzászló helyén álló díszutat. Az önkormányzat itt egy pihenőhelyet is kialakított, a képviselőtestület döntése alapján pedig a Korsós Lány Park nevet kapta a terület. Hosszú utat járt be a város közterületein a Korsós Lány szobra, mostanra azonban megtalálta a végleges helyét, mondta el Farkas Iva Erzsébet Makó új közparkjának átadásán. A polgármester kiemelte, a kialakítás során azt is figyelembe vették, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen szerepet töltött be ez a terület a környéken élők életében. Ez is nagyon fontos szempontunk volt a tervezési időszakban, hogy találkozási tere legyen a makóiak számára. Találkozási tér, és ez mellett közösségi tér. Mert hogy erre rendkívüli módon figyeltünk az elmúlt 10 évben, hogy minden egyes fejlesztés egyfajta közösségi térként is szolgáljon. Ahol jó összegyűlni, ahol jó beszélgetni, ahol jó megvitatni a város, az ország ügyeit, meg egyáltalán a makóiaknak az életét. Nem volt ez másként az 1890-es években sem, és nincs ez másként most 2024-ben sem. A körzet képviselője emlékeztetett, eredetileg erre a helyszínre a korábban is itt lévő fehér lókutat szerették volna visszahelyezni, ám éveken keresztül hiába kutatták annak néhány elemét. Végül úgy döntöttek, hogy a Korsós Lány kerüljön ide, ám ez a terv sem volt mentes a nehézségektől. Több esemény, köztük a Covid-járvány, aztán az energiaválság, minden hátráltatta ezt a projektet, de hál' Istennek ez a nap is eljött, hogy meg tudtuk valósítani. Én úgy gondolom, hogy egy nem nagy, de egy szép, és a környéken lakóknak egy nagyon szimpatikus kis teret sikerült kialakítani. Én azt kérem minden jelenlévőtől és nem jelenlévőtől, tehát a város minden lakójától, hogy vigyázzunk rá. A közpark átadásán felléptek a forgatóstánc együttes tagjai is, és a kilátogatók egy-egy cserepes virágot vihettek emlékül, amelyet Farkas Éva Erzsébet polgármester és Kovács Sándor önkormányzati képviselő adott át számukra. A Rádió 7 közös nevező műsorának volt a vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki kiemelte, hogy a városvezetésnek is nagy szerepe volt abban, hogy a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari csomagoló üzemvállalat települ Makóra. A Benepak Hungary Kft. Útjára várhatóan novemberben készül el, és már az idén elindulhat a gyártási folyamat is. A Benepak Hungary Kft. Egy 10 hektáros területet vásárolt meg Makóváros önkormányzatától az ipari parkban, hogy itt építse meg alumínium dobozokat gyártó üzemét. Az előkészületekben egy 6 milliárdos programot indítottak a közműrendszerek korszerűsítésére, melyben Lázár János, a térség országgyűlési képviselője, építési és közlekedési miniszter is közben járt. A beruházás roham tempóban halad, ugyanis a munkálatok februárban megkezdődtek, és a tervek szerint októberben a műszaki átadás is megtörténhet, és elindulhat a próbaüzem. Első ütemben 150 új munkahelyet teremtenek Makón és a környékén élők számára, majd 2029-ig több ütemben bővítenek, s ekkora már mintegy 300 főt foglalkoztatnának. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a Farkasi Verzsébettel való közös munkának köszönhetően a Giga beruházása biztosította a makóiak tisztes megélhetése. A polgármester asszonnyal addig működtünk együtt, addig kerestük a lehetőséget, addig dolgoztunk közösen, amíg egy nagy beruházást oda nem tudtunk vinni. Ugye ez a Benepak nevű cég, ez egy kínai tulajdonban lévő vállalat, a világ egyik legnagyobb élelmiszeripari csomagolóanyag vállalata. Tehát itt egy nagy gyárat hoznak létre, ahol évente 1 milliárd darab alumínium palackot fognak gyártani, hogy aztán azt üdítőital és más típusú ital gyártó vállalatok számára eladják.
tartják, nagyjából a felét külföldön, a felét itt Magyarországon a nagy, alapvetően multinacionális italgyártó vállalatoknak. Ugye itt is, hogyha a polgármesternek éppen az lett volna a happy-e, hogy mindig a kormánnyal szemben áll, és ezt egy ilyen messianisztikus tudattól vezérelve tenné, akkor ez a gyár nem ment volna oda. Ez most nem teremtene százas nagyságrendben új munkahelyeket, és lehetőséget a tisztességes megélhetésre a makóiaknak. A kínai vállalat által legyártott palackokat közvetlenül a különböző italokat gyártó vállalkozásoknak szállítják majd be. Az egyik legfontosabb ügyfelük a Coca-Cola cég. A gyártósorok az elérhető, legjobb minőségű, legmodernebb berendezésekkel lesznek felszerelve. Folyamatosan várja a vendéglátó és szolgáltató helyek csatlakozását a Makói és térsége turisztikai egyesület ahhoz a rendszerhez, amely különböző kedvezményeket nyújt majd a Makóra érkező turistáknak. A civil szervezet elnöke televíziónak elmondta, a cél, hogy arra ösztönözzék az ide látogatókat, próbáljanak ki minél több attrakciót és szolgáltatást. A koronavírus járvány idején szűnt meg az a lehetőség, amelyen 20%-os kedvezményt vehettek igénybe a turisták a Hagymatikon gyógyfürdőben, ám már akkor is szó volt róla, hogy ez a rendszer a későbbiekben újra gondolva és kibővítve élethet újjá. Az elmúlt időszakban ezen is dolgozott a Makó és térsége turisztikai egyesület, a fejlesztések már az utolsó stádiumban vannak. A weboldal fejlesztése készül, az alapok rendszer már kész van, most a grafikai tervezés fázisában van a weboldal, illetve kötjük folyamatosan a szerződéseket a partnerekkel. Tervek szerint június 1-én indul, de még nem teljes létszámmal az applikáció, folyamatosan bővítjük és kötjük a szerződéseket hozzá. Nagy Gábor televízióknak elmondta, bár kétség kívül hasznos volt a korábbi rendszer, de az kevésbé ösztönözte arra a Makóra érkező turistákat, hogy több időt töltsenek a városban és a térségben. Az új fejlesztés legfontosabb célja pedig éppen ez lesz. Nem volt szerepe így a kedvezménynek, vonzó szerepe, vagy turista vonzó szerepe nem volt a kedvezménynek, mert nem tudtak róla, csak itt megkapták. Ennek az új rendszernek az lesz az előnye, hogy ez már ki lesz előre tájékoztatva a turistáknak, és azt az e-mailt, amit megkapnak a QR-kóddal, ott fel lesz sorolva az összes elfogadóhely. Tehát kvázi megmozgatjuk egy kicsit a turistákat a városba, hogy ne csak a fürdőbe menjenek, ami az első számú célpont, hanem kicsit nézzenek körbe, nézzenek meg más attrakciókat, nézzenek körbe a térségbe, mit lehet még itt megnézni. Tehát ennek az egésznek az az első számú célja, hogy több naposra bővítsük az itt tartózkodását a turistáknak. A Makó és térsége turisztikai egyesület által fejlesztett rendszert azok a vállalkozások tudják majd használni, akik tagként csatlakoznak hozzájuk. Nagy Gábortól megtudtuk, jelenleg már több mint 40 olyan szállásadó, szolgáltató vagy vendéglátóhely van, amely élt ezzel a lehetőséggel, és a számuk folyamatosan növekszik. A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola már 11 éve működtet telephelyet Csanádpalotán. A hangszeres és néptáncos diákok csütörtökön egy gálaműsor keretében mutatkoztak be, illetve egy rajzkiállításra is sort kerítettek a Kelemen László Művelődési Házban. A Makói Művészeti Iskola és a Csanádpalotai Dér István Általános Iskola partnersége jó példa arra a szakmai összefogásra, amely intézmények között működhet, hiszen így a gyermekeknek sok lehetőségük van arra, hogy helyben tanulhassanak valamilyen művészeti ágat. Sikerült azt az évek alatt azt a rendszert felépítenünk, hogy a gyermekek a délutáni iskolai időben is már járhatnak zeneórákra, illetve művészórákra. Ez egy nagyon nagy könnyebbség a szülők számára, hiszen a délutáni, tehát a legkisebbek már 4 órakor már távozhatnak, úgyhogy a héten szükséges hangszeres órát vagy képzőművész foglalkozást felvették, mellette természetesen a szolfést is ebben az időpontban tudjuk garantálni. Az esemény egyben a Csanádpalotai Dér István magyar festőművész emléknapja is volt, aki május 28-án született, és nagy pártolója volt a művészeteknek. Szabó Zsuzsanna intézményvezető elmondta, az általános iskolások zenélni, néptáncolni tanulhatnak, illetve a képzőművészettel is jobban megismerkedhetnek. Már első osztálytól lehetőségük van a művészeti oktatásban részt venni, és elég szép számban szerepelnek a tanulóink ezekben a művészeti ágakban.
A gyerekek szólóban és kamaracsoportokban léptek a színpadra, és egy-egy néhány perces darabbal örvendeztették meg szüleiket, diáktársaikat. Voltak, akiknek ez volt az első fellépésük, az ügyesebb hangszereseket pedig már beválogatták az utánpótlás fúvózenekarba is, ahol Gábor Nagy Árpád nívódias karmester foglalkozik velük. Néhányuk elárulta, hogy miért kezdett zenélni. Nagyon megtetszett, nagyon tetszett, hogy nagyon szeretem a zenét. Nekem láttam YouTube-on, hogy egy csomó ilyen zenekaros videó van, és azért kezdtem el, hogy én is bekerüljek ide. Én azért már nagyon sokan játszottak hangszeren, és nekem is megtetszett. Utóbbi kisdiákokat külön is köszöntötték, ugyanis a közelmúltban dobogós helyezéseket értek el hazai és nemzetközi versenyeken. A program második felében a néptáncosoké volt a főszerep, akikkel Hajnal János foglalkozik egészen óvodáskortól. Szeptemberben kerültem ki, akkor 7 darab beiratkozási papírral kezdtünk, azóta pedig a Csanádpalotai Hagyományőrző Táncsoporttal is együtt dolgozunk, ők 15 éve működnek már egyébként a településen, de a művészeti iskolában nem volt még ilyen kooperációjuk, úgyhogy együtt dolgozunk szeptembertől kezdve, illetve az óvodába is elkezdtünk foglalkozni a gyerekek. Ugye a 7 beiratkozásból most már van hivatalosan 40 valamennyi, illetve az óvodába van egy körülbelül olyan 25-30 közti csoportunk, abból már biztos, hogy 16-an folytatják a néptáncot jövőre, úgyhogy utánpótlás van. A legkisebbek népi gyermekjátékokat adtak elő, a nagyobbak pedig alföldi táncokat mutattak be. A talpal ávalót a Csürhe banda biztosította, a 12 éves Szalóki Csaba már 7 éve ropja. Igazándiból kicsit izgulok, mint minden fellépésnél, de már a felnőttekkel Romániában is léptem föl. Teljesen megtelt a Kelemen László művelődési háza a büszke szülőkkel, akik tapssal köszönték meg a közel 2 órás művészeti gálát. A hétvégén gyereknap alkalmából a város több pontján várják a kicsiket színes programokkal. Szombaton a Kalandparton táncos bemutatóval készülnek. Játékelemek sokasága várja a kicsiket a Petőfi Parkban. Bepillantást nyerhetnek az érdeklődők a tűzoltóságra is, szemügyre vehetik a veterán járműveket is. A legkisebbekre is gondoltak, 72 makói gyermek családja veheti majd át a bébi kötvényt. Az idén a városi program mellett a makói szolgáltató nonprofit ZRT is bekapcsolódik a gyermeknapi rendezvények sorába. Május 25-én szombaton 11 órától a Marosparton ugrálóvár várja a kicsiket, de lesz arcfestés és kézműves foglalkozás is. 16 óra 30 perctől pedig egy interaktív zenés táncos mulatságra kerül sor. A nap folyamán a Kalandpart élmény elemei a megszokott módon elérhetők lesznek. Ugyanezen a napon 18 órától a makói jégpályán DJ Véder közreműködésével gördiszkóra kerül sor. A belépés díjtalan lesz, azonban a görkocsolya nem biztosított. Vasárnap ugyanitt nyílt napot tartanak reggel 10 órától, de párhuzamosan a Galamb József veteránjármű kiállító központba is betérhetnek az érdeklődők. Délelőtt 10 órától kezdődnek az események a Petőfi Parkban, ahol portékamustra, kézműves kuckó, társas játéksarok, valamint vidámparki elemek várják a kicsiket, nagyokat. Többek között lufi hajtogató bohócra, állatsimogatóra és lovaskocsikázásra is számíthatnak a kilátogatók. Szintén 10 órától nyitja ki kapuit a makói hivatásos tűzoltó parancsnokság, ahol eszközbemutatóval, célbalövéssel, illetve 2 alkalommal komplex mentési bemutatóval készülnek a lánglovagok. A hagyományokhoz híven ezen a napon az Erdei János városi sportcsarnokban Farkasi Erzsébet polgármester és az önkormányzati képviselők átnyújtják az egyen 150 ezer forint értékű babakötvényeket a makói újszülöttek családjainak. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Újabb közparkkal gazdagodott Makó. Szijjártó Péter, a városvezetés addig kereste a kormánnyal az összhangot, hogy sikerült Makóra hozni egy nagy vállalatot. Június 1-től indul az új turistáknak szóló kedvezményrendszer.
Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt a május 24-i péntek esti híradó. Legközelebb jövő héten, hétfőn jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!